20 óra 4 perc, kedves hallgatóink, következő műsorunk a 2003. január 19-i adás ismétlése. Aranyemberek. Szabó Gyula, színművész. Pál apostol Kisaul volt, a korintusziakhoz írt első levelének 13. része. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom egész vagyonomat, és testem tűz halálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes és jóságos. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örvendezik az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, meg fog szűnni. Legyen nyelveken való szólás, véget fog érni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, megszűnik, ami töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Nem véletlen, hogy az imént hallott ige kívánkozott a Szabó Gyula színművészről szóló műsor elejére, mert ez az ő hitvallása is. Ez kiderül abból az írásból, amelyet egy 3 évvel ezelőtti cikkében olvastam. Azt írja, egész életemben más és más alakot, figurát, emberi lelket kellett megformálnom. Voltam dadogó nyuszi, sárkány, sőt sárkányok, Jézus Krisztus és Arturo Ui. És mondtam a magyar népmese sorozatot a televízióban. Mese áradt, csobogott közöttünk ott Kunszentmártonban, főként Takács bácsi jóvoltából, aki az összes tévécsatornát zsebre tette volna. Azokon a hosszú estéken még szinte a fehérre meszelt falaknak is fülük nőtt, amikor a gyermek és asszony nép körülülte a nagy tengeri halmokat és munkához látott. Arra a ritmusra, hanghordozásra, humorra, tragikumra és szépségre emlékeztem mindig, amikor meséltem, amit akkor Takács bácsitól hallottam. Sokaknak kölcsönöztem prózai és ének hangomat a Dallas sorozatban, a Kalambó nyomozónak, a rajzolt Bobó doktornak, s voltam doktor Agy és Pumukli. Frakk kedvéért megtanultam ugatva beszélni, énekelni.
Emlékezetes filmszerepeim között ott van a Kölyök, a Párlépés a határ, a Tenkes kapitánya, a Rózsa Sándor, a Tizedes meg a többiek, a Kinek a törvénye, és még sorolhatnám. Amikor a munkám megengedte, jártam az országot. Nekem mindig a maximumot kellett nyújtanom. Nem kényeztettek, talán ezért is nem tokosodtam be soha. Édesapám megtanított arra, hogy minden munkát el kell végezni. A tanyánknak, ahol éltem, már rég nyoma sincs. Hogyan láboltam ki a dűlő utak sarából? Falun az emberek a tanulásra szánt költséget úgy hordták össze kötényben, kalapban. Én vízicserkész voltam, ma is onnan tudok főzni, hogy ott megtanultam. A királyhágón részt vettem egy cserkész dzsemborin, és mint alföldi paraszt gyerek, Kolozsváron ültem először villamoson. Barátaim, osztálytársaim közül sokan 56-ban külföldre menekültek. Volt olyan, aki meghalt, volt, akit kivégeztek. Sokszor álmodom gyerekkoromról, onnan mindig erőt meríthetek. Emlékszem, úgy 8 évesen elindultunk barátommal Amerikába, de csak a vasúti hídig jutottunk. 40 évig egyfolytában a Nagymező utcában alakítottam. Csak a cégtábla cserélődött. Itt voltam az úttörő, az ifjúsági, a Petőfi, a Jókai, a Tália, majd az Arizona tagja, és végül a Művészszínházból mentem nyugdíjba. A gyermekkorom a II. Világháborúval befejeződött. Utána kerültem fel Budapestre, és az azóta eltelt idő folytonos munkával és tanulással telt, eddig az írás. Az elismerés ennek ellenére sokáig váratott magára, ahogy 93-ban Kovács Jenő kollégámnak vallotta kitüntetésekről. Mindig azt mondtam, hogy egy katona nem azért megy a háborúba, hogy kitüntetéseket szerezzen, hanem hogy a hazáját védje. Kitüntetéseknél nem szabad összehasonlítani, a kitüntetés tulajdonképpen nem a szakma adja. A szakma fölterjeszt. Akinek fölterjesztenek, annak jogában áll választani, dönteni, így vagy úgy, vagy amúgy. És amit a múltban tapasztaltam, lényegében ma is majdnem ugyanazt tapasztalom. Nekem minden kitüntetésnél sokkal fontosabb az, hogy megyek az utcán, vagy bemegyek egy ABC-be, és van csöndes, van, hogy mondjam, hajszolt emberek, ahogy rakosgatták a dolgot, benget, csengett a pénztárgép. A szomorú volt, mind is hangosan elszóltam, hogy dicsértessék. Mindenki oda nézett, így mosolyra húzódott az embereknek a szájuk. És volt, aki visszaköszönt, hogy mindörökké, vagy in eternum. Attól kezdve ezt én tudatosan használom. Édesanyám nagyon vallásos volt, és őtőle nagyon sok mindent tanultam, és az igazság, hogy akkor 10 évesen meg háború volt, 2 dolog, repülős, pilóta szerettem volna lenni, vagy pap. És ha én hallom ezt a szót, hogy dicsértessék, vagy pap, én gondolatban ott ülök a parókia 2. lépcsőjén, és tanulom a minisztráns szöveget. Ateum qui lefidegat juventutem mea quiatu es deus fortitutum mea quare mi repulistia quare tis insidium affligit me inimicus. És azért azt hiszem, hogy egyszer-egyszer harangozni is csak fölmentél hát oda a Kunszentmártoni templomba, amelynek a kerengője ugye tűz őrséget is adott. Igen, a sétálója körbe. 63 vagy 65 méter magas a torony, és összesen 50 méter magasan van a sétálója. És hát, hogy fölkerülhessen az ember a toronyba, ahhoz vasárnap délelőttönként fújtatni kellett az orgonához a levegőt táplálni. 3-szor kellett fújtatni egy-egy ilyen nagy misét, 3-szor kellett teljesíteni, és akkor ott a kulcs, és föl lehetett menni a toronyba. Így jutottam föl. Én is a Kunszentmártoni toronyba. 2 nagyobbal, akik már előttem voltak fönt, fölszaladtak. És ott maradtam egyedül, addig nem volt semmi baj, még mentem fölfelé a csiga lépcsőn. Majd megszűnt, és sötét lett. És már négyzetesen a torony falával, mint a padlás lépcső ment tovább, egy körülbelül 20 méter magasan,
és ott álltam dermedten, leguggoltam, megfogtam a lépcsőt, és kitapogattam a falat, a másik oldalon nem volt semmi, és a falat tapogatva másztam, közben fönt mellettem a toronyóra járt, ilyen lent a óra, kút, ami van. Félelmetes volt? Fantasztikus. Halálfélelem volt, de föl akartam menni, és én fölmegyek, akármi lesz. Fölmentem. Életem akkor voltam először ilyen magasan, és lenéztem, és akkor tudtam meg, mi az, hogy tériszonyom van. Szédültem, visszaléptem, megint oda, le akarok nézni, lenézek, nem fogok lesni, és harmadszor, amire lenéztem, túljutottam a tériszonyon, a génjeimben, talán édesanyám lévén, erdélyi hegyek, vagy ilyen magasságok lehetnek, nem tudom. Más kérdés, de fönn voltam, és harangozhattam. Ráadásul innen gyönyörűen lehetett látni a kiskerekerdőket is. Mindent a körösre rálát, túlátra. Na, úgy hívtuk, hogy túlát. És harangoztam, hogy boldogan szaladtam haza, déli harangszóból. Boldogan szaladtam haza, hogy édesanyám, hallotta? Szóval mit, fiam? Hát a harangszót. Hallottam, hát. Miért kérdett? Hát én harangoztam. Ó, hát akkor azért szólt most olyan szépen. Próbáljuk meg visszaidézni. Milyen egy családban vakarónak lenni, mert ha jól tudom, te a 9. gyermek voltál a családban, és ezt ugye nálunk vakarónak hívják. Vakaró, vakarék, maradék, vakarék. Ez onnan van, tudod, amikor a kenyeret dagasztották, és már kiszakajtották, és ami benne marad a teknőben, azt úgy kivakarják, kaparják kanállal. De mindig ez volt a legkedvesebb palac. De igen, mert ugye azt zsírral összedagasztják sóval, és abból lesz, úgy mondják, hogy bodag. Nagyon finom volt, be van késsel, úgy négyzetelve. És az az első, ami kisül a forró kemencében. Az előbb azt mondtad, hogy milyen vakaréknak lenni. Én, nekem csodálatos volt, mert ugye én voltam a legkisebb, és minden, ami szép, meg ami jó volt, az édesanyám, édesapámon túl a testvéreimtől kaptam. Főként a legidősebbtől, a bátyámtól. Ő neki köszöntem, hogy erre a pályára kerültem. Ő lényegében ő iratott be iskolába, ő általa lett kapcsolatom a zenével. Kunszent Mártonban nő volt a katolikus legény, és leány egy lett dékánja, vagy olyan tisztségviselője. Darabokat, színdarabokat rendezett. Egész életében tulajdonképpen ezzel foglalkozott. Parasztember volt ő is, nem, mint szüleid? Nem, ő mesterember volt, és ő általa jutottam el 12 évesen Kecskemétre. A MÁV Szegedi pályafennhatóságánál volt ilyen építésvezető, vagy művezető, vagy valami ilyes, nem tudom, és úgy kerültem oda 1942-ben. Azt hiszem, akkor zuhant le Horthy Istvánban. Nem, azt hiszem, biztos, hogy így van most már, akkor emlékszem rá, mert akkor mentem volna, jutottam volna el először életemben kőszínházba, a Kecskeméti Színházba, de az a gyász napnak volt hirdetve, akkor minden ilyen hely be volt zárva, sírtam, boldogtalan voltam, mert annyira készültem rá élményben. Az egyik oldala volt a szomorúságonnak, a másik pedig, hogy ugye én meg repülős, szóval pilóta szerettem volna lenni. Tehát akik eszménykép volt, abból egy lezuhant, tulajdonképpen a nemzeti gyásszal egyet is értettem, de mégis, szóval azért kettős volt a fájdalom. Sosem felejtem el, hogyha már erről van az, hogy annak idején, amikor én fölvételig vizsgáztam a színművészeti főiskolára, az első fölvételig a Miskolci Nemzeti Színházban volt, és aznap műsorváltozás volt, Sztálin halála miatt a Hamletet adták. Látod, kiket kellett nekünk gyászolni? Akarva, nem akarva. Mi? Volt, aki teljes szívvel, tartalommal volt, aki pont az ellenkező. Jó, de ezt hagyd benne, ezeket a dolgokat. Természetesen. Hagyd benne a riportban, mert ez az élet. De ha már ugye megszakadt a beszélgetésünk, én azt hiszem, hogy a kisgyermekkor világát úgy is próbáljuk már felidézni, hogy azért nagyon kedves helyeid vannak neked még mindig ott a Körös parton. Hát ott nőttem föl. Az ottani kubik gödrökben. Tudod, mi az, hogy tapogat? Hogy az ördögben. Tudod? Most ne arra gondolj, hogy nőket tapogat. Nem. Az egy kas, egy fonott fűzvából fonott kas, aminek nincs feneke. Mi csíkoztunk. Azaz.
Kubi gödökbe, puf, ledobod, és akkor belenyúlsz, és a ott maradt halakat úgy fogtuk ki, ez a tapogató. Amikor a ár levonult, akkor az ottani kubi gödrökben, amikor már fölszáradt a föld, akkor az ottani ligetes, erdős részekben jártunk, bogaráztunk, lepkét gyűjtöttünk, madaráztunk, akkor még a madarak és fák napján tömegesen jártunk ki ünnepségre. Kicsit azt idézzük, hogyan is nevelték belénk azt, hogy a kis erdőben legfeljebb vagy a lehullott szárazágat szabad összegyűjteni, nem szabad bántani a fát. A fát nem szabad bántani, mert a fa adta a gyümölcsöt. Megint egy történetet hagy mondjak el. 1945-ben, amikor fölkerültem Pestre, édesapám úgy engedett el, hogy mit tudjuk, mi lesz ezután a nagy világégés után, mondta fiam, tanulj ki egy mesterséget, utána azt csinálsz, amit akarsz. Így kerültem, hála Istennek, csodálatos millióbe, a Csonka János gépgyár internátusába és iskolájába. Előtte te már a négy polgárit elvégezted? Igen. Így kerültem oda. És hát jött az ősz, jött a tél, közvetlen a háború után fagyoskodott Budapest, és minket, tanoncokat, akkor még úgy mondták, nem ipari tanulókat, elvittek a Mindszenty herceg primásnak Gerecsén egy ilyen vadász házába. Hát teljesen az ki volt foszva, rabolva, mi ott szalmazsákokon feküdtünk, és úgy állapodtak meg, gondolom én, hogy amennyi fát, kivágott ölfát elhozunk, annyit kell kitermelni helyette. És akkor mi már 45-ben, gondolj vele, 45 őszén, telén, azzal a robbanó motoros láncfűrésszel dolgoztunk, a Csonkáék által szerkesztett robbanó motoros láncfűrésszel, amit mi most drága pénzért importálunk. Egyszer említetted nekem, hogy annak idején úgy ösztönöztek arra, hogy a színházba is eljussatok, hogy aki megtanult egy verset, egy részt a Bánkbánból. A dr. Huszti Miska bácsi, Isten nyugosza békén, sajnos nem tudtam, mert nem voltam ide az a... Nem tudtam a temetésére elmenni. Most halt meg 80-valány éves korában, 86 vagy 87 éves korában. Ő volt a magyar tanárunk, és ő volt az iskola igazgatója. És önképzőkör volt, és aki az önképzőkörön két színt megtanult az ember tragédiájából, az ingyen kapott két jegyet a Madács ember tragédiájára, arra bizonyos ominózus, azt mondják rá a színház történetünket illetően a színház elemzők, hogy a szürke ember tragédiája, én nekem csodálatos volt, én nekem olyan színes volt. 46-ban, 47-ben? 47-ben volt. Igaz, hogy a kakas ülőn ültem, de azt az élményt, azt a csodát, amikor az általam ismert sorokat hallottam, hát az valami fantasztikus. Azt hiszem, hogy a pályaválasztásod is eljutottunk, mert azért ennek erősen része van a pályaválasztásodban. Hát bizonyára, mert gyerekként sokat szerepeltünk. A cserkészként nagyon sokat táboroztunk erdőkben, különböző helyeken az országban. Voltam Erdélyben is, 42-ben Barátkán, ott volt egy ilyen kis dzsembori féleség. Ez merre esik ez a Barátka? A Királyhágó mellett van. Erdős vidéken volt, azt hiszem a Seveskörös folyik ott. Ugye alföldi Kunszentmártoni 850 kunok cserkész csapata tagjaként, ott voltam Barátkán, és azt hiszem mondom a Seveskörösnek a, hát az akkora, mint egy patak, a Csincsa, Kunszentmártonban úgy hívják, a Csincsa patak, akkora volt. És annak a partján, az magas, egy másfél méterrel magasabb rész volt. Oda vertük le sorba a sátrunkat, szalmazsákok, szénával vagy szalmával a környékről szedtük össze. Távol gyönyörű, óriási vihar volt éjszaka, szakadt az eső. Aztán arra ébredtünk föl, hogy úszik a szalmazsák alattunk, mert az a kis vékony patakocska, hát kiárat 30-40 méter szélesen, és lömpölygött ott a víz. De lehet, hogy anyai ágon, a génjeimben biztos van valami, mert én rögtön otthon éreztem magam a hegyek között.
Annak ellenére, hogy a legnehezebb időszakban, tehát az 50-es évek kellős közepén voltál főiskolás, csodálatos tanáraid voltak. És a szakmát, a mesterséget igazán meg lehetett tanulni. Csodálatos tanáraim voltak. Leótai Árpád, Ladányi. Könyvbe lábadt a szemed már is, ahogy rájuk gondoltál. Básti, hogy a Dajka Margit Gellért enne. Szóval Vig, Balázs, Samu, Olti Magda. És aztán később Várkonyi. Később a legtöbbel, aztán mondjuk, együtt is dolgoztál. Mi atyai jó baráti viszonyba kerültem, az Apáti Imre volt, a Simi bácsi. Ő, amikor már harmadéves koromban oda kerültem az Ifjúsági Színházba, valamit látott bennem a jövőt illetően, mindig meghívott, most Jókai étteremnek hívják ott, opera étterem, Jókai étterem, ott oda elvitt magával, és hát Csóró főiskolásnak, hogy hát nincs pénze, mindig meghívott ebédre a próba után. És hát emlékszem, hogy fenséges babgulyást főztek ott annak idején. Akkor igen, csodálatos, Jókai bableves. Egy dologról feltétlenül beszélnünk, hisz a nagy közönség azért a filmeken és a televízión keresztül ismert meg igazán. Hosszú időn keresztül, hogyha a nevedet kiejtettem, akkor ugye csak az Úthengerest emlegettél. Igen, csodálatos szerepeket. Én nem akarok nagyképű lenni, de nem hiszem, hogy nálam színesebb pályát futott be valaki. Én olyan szélsőséges szerepek tömkelegét játszottam el, persze emellett van némi kis nosztalgiám, hogy hagyományos szerepeket nem játszottam el, mert nem volt rá mód és lehetőség. Bizonyos klasszikus, szép, nagy szerepeket. Igen, mert az a megmérettetés egyik kritériuma lenne. Mert azért azt mondjuk el, hogy mindvégig az ifjúsági, illetve a Tália Színháznál dolgoztál, hűséges ember voltál. Pontosan. De én a hűségemet illetően hűséges voltam, a elhivatottságomhoz voltam hűséges, és az teljesen mindegy, hogy hol valósul meg, ha ennek teret és lehetőséget adnak. És én most is felhasználom az alkalmat, hogy megköszönjem Kazimír Károlynak. Soha senkivel annyit nem veszekedtem, mint ő vele. De azért tisztelem, és gondolom, hogy ő is szeretett engem, hogy soha nem személyes érdek vagy rossz indulat volt az, ami miatt mi vitatkoztunk, vagy hevesebben beszéltünk a dolgokról, és ezért nem maradt semmi tüske bennem a együttműködésünket, illetve mert mindig az ügy érdekében, mert az a művészet, ami impotens, ami nem fogja meg az embereket, az minek? Nincs értelme. Szabó Gyula pályája során rengeteg embernek és állatnak kölcsönözte a hangját, minden szerepben rendkívül hitelesen. Hogy sikerült ezt ilyen tökélyre fejleszteni? Sokat kell gyakorolni. Szorgalommal hallatlan messzire el lehet jutni. Én vagyok a példára, amikor én a főiskolára kerültem 49-ben, eléggé tájszólással beszéltem, hetfű, bíz, pintek, stb., és többnyire hosszabban ejtettem egyes magánhangzókat, ami mondjuk eltér az irodalmi beszédtől, de egy év alatt teljesen ki lehet küszöbölni fanatizmussal. Mert hiába a logopédus, hiába a jó beszédtanárhoz egyén nem dolgozik, akkor hát nem lehet eredményt elérni. No, amikor már az ember ide eljut, a színészmesterség különböző fogásainak a birtokában már modulál a hangszer. Inkább személyekhez kötődik az élmény, így Bondarchuk. Azután Charles Laughton, Wolfgang Raymond, Richard Burton. Tulajdonképpen akkor van öröm az embernek a munkában, ha azt jókedvűen csinálja, és arra a kedves doktor Bubóra gondolok, Bodrogi Gyulára, Csala Zsuzsára, szegény, gyenge Árpira, a négy főszereplőjére, akkor mindig fölmenekszik a szívem. Öhög a harcsa, reomás a mókus, nem segíthet rajta, csak a pszichalágos. Beszél majd az utókor, kire? Doktor Bubóru. Füllentett a hüllő, ez a vén bolondos, csak úgy rektor úr, ahogyan én orvos. Beszél majd az utókor, kiről? Doktor Bubóról. Beszél majd az utókor, doktor Bubóról. István a legidősebb, Gyula a 9. a legkisebb Szabó gyerek. 21 év van köztük. István még ma is jól emlékszik Gyula első szereplésére.
hogy hát én hoztam ide, ugyan én rendeztem azt a Gellért hegyi kalandot, és kellett bele egy ilyen kis katona szereplő, abban az időben még mondjuk a kulturális műveltség, csak körülbelül itt ez a kis operetteknél nyílt meg, más lehetőség nem nagyon volt, és őre osztottam a szerepet, a gyermek szerepet. És apám öcsödörű gyalog hozott neki egy ilyen kis kardot, mert azt mondta, hogy nem játszik, csak a sarkáig ér a kard. Itt meg az üzletben ilyen kis rövid pici kardokat lehetett 30 centis kardot kapni, és ahuszár nem beszél, csak szalutál azt a nótát. Énekeltem most is, eszembe jut még. Mégis állapította, már nem jut eszembe a karmesternek a neve, hogy azt mondja, jobb hallása van, mint az egész együttesnek. Amikor ott közöttük jártam, keltem az összes régi akkori operetteket, majdnem hamarabb tudtam, mint ők, és akkori színházi magazin volt, vagy... Színházi élet? Színházi élet lapjait forgatva csodáltam a színészeket, Dajka Margitot, Kovács Karcsit. Eszembe sem jutott, hogy én valaha oda kerülhetek a színészek közé. Nem is akartam, meg kell, hogy mondjam, mert... Hát, azt hiszem, szépek voltak a fényképen, Glóriával. És hát, hogy felkerültem Pestre, egész véletlenül a szakszervezet tehetségkutató ilyen fölvételi vizsgáin jelentem meg, és ezt elmondtam különben a Dajka Margitnak is, meg a Kovács Karcsinak, hogy soha életemben nem mertem arra gondolni, hogy valaha az ő közelükbe kerülök, és hosszú éveken keresztül a Kovács Karcsi számtalanszor volt az édesapám, Dajka Margit az édesanyám, és elmondtam nekik, hogy sokszor előjön bennem ez a gondolat, ez a tiszteletteljes érzés, a kis koszos paraszt gyerek, ahogy úgy fölnézett rájuk. Szabó Gyula mára már 130 fát ültetett Budán a kertjében. Kedvence a rezgő nyárfa. Két pálma is van az oázisában, felesége és leánya, mindkettő keresztneve Pálma. Most sem tud meghatottság nélkül szülőfalujába látogatni. Egy régebbi felvételen rácsodálkozott a fejlődő Kunszentmártonra, amikor kocsiján behajtott a faluba, és nagyot koppant autóján egy kődarab. Eszébe jutott saját gyerekkora, amikor ők is kavicssal haigálták meg a ritkán arra tévedő kocsikat. Mert 30 évvel ezelőtt ez csupasz dom volt, egy-két kis ilyen bokrocska volt még rajta, körülötte teljesen sík volt. Ezek mind új telepítések, itt a fásítási program keretén belül hatalmas erdősávok vannak itt, amely lényegében a Kunhalomnak a kilátását egy kicsit megtöri. Nem volt 30 évvel ezelőtt hidroglóbusz például. Óriási halastó van a régi birka regelő helyén, az állami gazdaságnak az épületei és magányos farkasokként eléggé megtépázottan, szétszórtan, magukba roskadtan, omladozóban elhagyott tanyák. Én is laktam tanyán. Hát az körülbelül 15 kilométerrel odébb van, azt úgy hívják, hogy Péterszög. Hát ezzel kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy amikor Pesten a barátaim meghívására elmegyek a lakásukban is, szuvenírként, viharlámpákat, ilyen paraszti használati eszközöket raknak múzeális értékként, vagy a megbecsülésük mértékeként a szoba sarkába, akkor ezek bennem a 30-35 évvel ezelőtti szagokat, ízeket, mondhatni a nyomort ébresztették. Én nagyon sokat láttam ilyet, sőt, ilyenebbet, és laktam is benne. Csodálni nem tudom, sőt, mondhatom azt, hogy inkább örülök, hogy kikerültem onnan. Ez nagyon-nagyon sok munkába került az embernek, sok lemondással jár, szorgalommal, kitartással, és mint hogy az előbb beszéltem neked arról, hogy az eldobott kő az autó után, a sok kitartó munka, lemondás ellenére mégis az ember után, én utánam is utána dobják a követ. Ezért ébresztett akkor az a kicsi eldobott kő a kis paraszt gyerek kezéből mély érzéseket és gondolatokat, csak nem megrendített bent fő utcán ostornyeles igany gőzlámpák. Múlt
Jelen. Hát itt születtem én ezen a tájon. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mint a dajkám dalával von tele. Most is hallom e dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Kedves hallgatóink, az Aranyemberek mai adásában Szabó Gyula emlékei szerepei között válogattunk. A műsort Kovács Jenő, Balázs Tünde és Ungvári Ildikó készítette. Műsorunk a 2003. január 19-én elhangzott adás ismétlése volt.